Terudi is japán első számú motorolaját, a Zenaoszt használja. Mesélj, Tomi, miért gyűltünk össze ezen a párás reggelen? Olyan, mintha az Amazonason lennénk. Tesztelni fogjuk az autónak a futóművét, és egy alapbeállítást teszünk rá hegyi versenyhez. Új lengéscsillapítókat kapott, három utas, igazán nagy méretű gátlókat. Mutasd meg, mit jelent a nagy méret? Itt a becsúszó része, ez 55 mm-es átmérőjű, amire vastagszárast szoktak mondani, az 40 mm szokott lenni. Ez az egyik legnagyobb vastagszáras. Belül 50 mm-es dugattyú van benne, úgyhogy nagy tartályokkal, ha ez elmelegszik, akkor igen nagy probléma van, illetve a méretéből adódóan fizikailag bírja azt, hogy rallycrosszon egymásra támasztanak, és nem megy el a futómű. Reális dolog ez? Mert ezzel az autóval azért nem szoktak egymásra támasztani. Igazából, amikor bekitiltották a B-csoportos autókat, akkor az összes a rallycrossba ment még úgy 8 évig, mert máshol nem volt lehetőségük. Jó, de ebbe azért így benne van egy kicsit, hogy ez már ilyen historik autó, mi egyéb. Bár látunk róla felvételeket, azért nem sajnálják. Szokott haladni. Mi az első lépés ilyenkor? Van valami, hogy kitekertétek a csillapítást, és akkor innen indultok majd befele, vagy már van valami nagyon alap? Még nem állítottunk semmit, úgyhogy ez lesz a kérdés, hogy az első kör után hova kell tekerni. Nincs ilyennel nagyon tapasztalatunk még, úgyhogy most majd kiderül. Ez a rugótorony sem tűnik gyárinak. Viszont ez a felső bekötés az azért elég impresszív. Itt mit csináltatok? Vagy ez egyáltalán a ti munkátok amúgy? Nem, ez a Janiék munkája, koprodukció volt. Azt mondta, hogy a gyárihoz hasonlóra kell megcsinálni, átküldték a modellt, én megnéztem, hogy fér át rajta a tartály. Mert ugye a tágulási tartályt át kell bökni a rugótornyon. Így van. Ami nem olyan egyértelmű. Pont átfér, van még egy milliméter, úgy lett belőve. Igazából az eredeti, az öntött alumínium volt hasonló stílusban, csak itt egy pár centivel, nagyjából három, hát inkább négy centivel előrébb volt, ez azért van hátrahúzva, hogy jobb legyen az utánfutás. Volt még egy egész hátsó pozíciójuk is, de ahhoz szét kéne vágni a bódét. Ja, hogy várj, ez a Mart rugótorony, ez most ide a gyári rugótoronyra ül rá? Ez a gyári rugótoronyra ül teljesen rá. Tehát nem kell hozzá vágni, nem kell módosítani. Nem, ugyanígy itt egy picit föl van nyitva a luk, de amúgy a gyári rugótoronyra ül rá, és a versenysportos Audi quattroknál ugyanez a stílus volt öntöttből, csak mondom, kicsit előrébb volt, és itt hátul volt még egy nyílás, illetve itt be volt támasztva. Ez egy hagyományos McPherson elő. Ez egy hagyományos McPherson, azért van egy picit hátrébb húzva, hogy egy kicsit több utánfutása legyen ebben. Javuljon a mozgása. Ez a futómű egy létező gyártónak az általatok átalakított szettje, vagy pedig megint építőszekrényből ti raktatok össze valamit? Ez építőszekrényből mi raktuk teljesen össze. AST? Nem, ez egy olyan gyártó, aki a világon mindenkinek gyárt, de csak alkatrészeket tőlük, nem lehet venni komplett szettet, csak alkatrészeket. És viszont csak versenyzésre? Csak versenyzésre. Tehát nincs nekik OM? Semmi. Mit lehet róla tudni? És mit csináltatok vele? Hol kezdjem? Az elején. Igazából egy semmi, úgymond semmi extra fordított háromutas lengéscsillapító, lineáris dugattyúval, 50 mm-es dugattyú van benne, tettünk bele szelepelést, összeállítottuk. Hidrobump stop is fog majd kerülni bele, mert azért a tulaj már megrágta a fülemet, hogy miért nincs. Hidrobump stop, trophy truckokon látni ezt, de ott a lengőkar elejébe van bekötve, hogy amikor a lengőkar odaér a kaszniához. Az offroadosok, igen, de a ralliba 94 óta a top autókba belülre kerül. Integrálni a hidrobump stop, belül van, összeütés gátló.
ebbe a típusba pont nem tudod kívülről állítani, viszont ha érzed, hogy milyen teszteken, akkor szét lehet szedni. Az utolsó attól függ, hogy milyen kejhet rak bele az ember, az utolsó mondjuk 4 vagy 5 centin fel lehet keményíteni, illetve amikor a befelét, annak lehet adni egy külön szelepelést és egy karaktert, és amikor kifele rugózik, akkor is meg lehet lassítani, mert ugye teljesen össze van nyomva a rugó, az egy hatalmas energia, hogy ne lője ki hirtelen, hanem az első mondjuk 3 centin lassabban ereszti ki, és utána engedi el. Uh-huh. És ebben nincs akkor, ez a kilövés. És akkor ez akkor kell, amikor már a kompresszióval sem tudod megoldani, hogy kellően progresszív legyen, hanem amikor már minden mindegy, ez az utolsó mencsvár. Így van, de ha ez van, akkor lehet egy csomó mindent puhábra állítani, hogy amíg nem éri el a végállásokat, addig viszonylag puhán menjen, uh-huh. és amikor már nagy a felütés, akkor úgymond felkeményedik. Ezt itt már ti terveztétek? Igen, ezt mi terveztük, mi raktuk össze, a hegesztést ne nézzük, itt szép, máshol meg működik. Itt van egy állítási lehetőségünk, ez azért van, hogy a bump steert, amikor mozog, ezt a szét összetartást lehúzzuk minimálisra ennek. Bocsánat, a bump steer, ez a berugózáshoz tartozó kormányszögváltozás. Így van. Mármint, hogy aki nincs annyira benne. És itt lehet finom hangolni, hogy hova teszed be nagyjából. Mert ezzel változik a kormány geometria. Tehát... Igen. És ahogy beülteted, vagy valami, akkor látod, hogy hova állítod be szépen. Ezzel után lehet menni az ültetésnek, vagy az emelésnek egy picit. Ennek is utána, ezt is lemértétek négykerekes mérleggel, és erre is rád... Nem, négykerekes mérlegen még nem, de a bump steerra föl volt... Nem arra gondolok, amikor a rugócsillapítás megtervezted meg ilyenek. Volt alapadat, amit kaptunk már tapasztalt embertől, hogy milyen rugót kéne alkalmazni, és a rugóhoz állítottuk be a csillapítást. De ugye viszonylag tághatárok között lehet állítani a csillapítást, ezért... Itt azért fogunk találni megfelelő beállítást hozzá. Hoztál egy autóversenyzőt. Volt nálad, farzsebetből előkaptál egyet, de hogy mi volt az érzés, és mit húztál most, hogy ne legyen az? Az eleje még enyhén puha, a puhaságot a befele gyors csillapítással állítjuk, illetve elől-hátul még hullámzik a huplik után, az pedig a kifele csillapítással elől kapott két klikket, szépen lassan megyünk fölfele, hogy megtaláljuk. De akkor ez most a kissebességű mozgás volt? Nem, ez a nagysebességű mozgás volt, a kissebességű az nagyjából rendben van. Hány kör lesz szerinted, mire összeáll? 2 még? 3? Jó kérdés. És mi a véleményed róla? Ennek tűnik a kocsi, tehát hogy amúgy jól állték a gödrökön, ugye állítottak ugye a bekötési pontokon a futóműnél, az érződik, mert ugye elengedem a kormányt és vissza akar pörögni. Tehát a régi autók azért ezt nem nagyon csinálják, hogy elengeded és visszajön a kormány közé. Tehát jó az egyenes futása, nyilván ugye ezt az utánfutás segíti elő. Most már kezd nem komfortos lenni közúti közlekedésnél, tehát nagy valószínűséggel versenypályán jó lesz. Azt akartam elérni, hogy nagyjából minden apró gödröt ilyen kis sebességnél megérezzük. Akkor nagy valószínűséggel, ha gyorsan megy a pilóta, akkor ugye nagyobb sebességnél ugye megfelelő lesz a csillapításra. Az autóépítéseknél már volt szó a Dadis Motorsport futómű alkatrészeiről, de mindig csak a készterméket láttuk, vagy esetleg beszerelés közben mutattuk meg őket. Viszont most lejöttünk a műhelybe, és itt van Rezsnyák Tomi, aki megmutatja nekünk, hogy hogy zajlik egy ilyen egyedi futóműnek az építése és a hangolása. Viszont szép és jó dolog a motorsport, de Oliver autóin tényleg mindig az extrém vonalat mutattad meg. De te időközben készítettetek nekem a Mazdám alá egy futóművet, a Mazda gyári Bilstein alkatrészeiből, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy gyári, hogy ott pontosan mi történt. Mert hogy nagyon jó lett az autó, és ilyen furán lett jó, hogy nem úgy jó, hogy a tükör sima úton jó, hanem mindenhol jó. Szóval, hogy mi történik, amikor előveszel egy ilyen 20 éves gyári Bilstein gátlót, és rendbeszeded, hogy hol legyen. Legelső, hogy megmérjük, ha még nincs vele tapasztalat.
Ő a Shock Dino. Berakjuk a Shock Dino-ba, és utána csinálunk vele egy mérést, megnézzük, hogy hogyan alakulnak a görbéi, kifele-befele csillapítás, milyen tempón milyen. Itt newtonokat nézünk? Kilókat? Erőbe newtont, és sebesség centiméter per másodperc. Uh-huh. És ez alapján kiad két görbét, és ezt értékeljük, hogy ez az autóhoz jó, illetve a rugóját nézzük még meg, hogy ahhoz a tömeghez, ami az autó autót képvisel, az jó vagy sem. Négykerekes mérlegen meg kell mérni leginkább az autót, és akkor tudjuk, hogy ez jó vagy nem jó, és azt is kell tudni, hogy a rugóstag vagy a rugó hova van beépítve, mert az is nagyon fontos, hogy a kerék mozgása azonos-e a rugó mozgásával, vagy van közte egy arány, be van építve, mondjuk odébb, döntve van, vagy bármi egyéb. Ez is fontos. Amikor az Audit hegedültük a dobogókői szerpentin, akkor azt mondtad, hogy 50% az a rugó és a gátló, és 50% a kinematika. Tehát, hogy jó futóművet csak jó autó alá lehet építeni. Igen. Be tudjuk kényszeríteni valahova, de a kinematika sokkal többet ad, mint külön mondjuk a rugó, vagy külön a lengés csillapító. Bennem két kérdés merül fel. Az egyik az, hogy amikor az ember elkezd az amatőr motorsportba próbálkozni, akkor nagyon sokszor találkozik olyanokkal, mondjuk a motorsport marketen, hogy eladó póló amatőr versenyautó, benne a háztáicső és az XY által keményített gátló. Ezek a gátlókeményítések, amikor ezeket megcsinálják, akkor azok ilyenekkel történnek, vagy az ott valami ennél egyszerűbb folyamat? Nagyrészt annál azért ennél sokkal egyszerűbb folyamat, mi pont ezért nem keményítgetünk gyári gátlókat, leginkább csak egycsöves monotyúbokkal foglalkozunk, amiket lehet szelepelni, mert egy gyárinál olyan pici benne a dugattyú, és maximum van benne két lemez, lehet rá nagyobb furatot fúrni, vagy kicserélni, amint kisebb furat van, de sok lehetőséged nincs rá, még egy normálisnál. Itt ki van terítve, hogy néznek ezek ki, azért itt rengeteg a lehetőség, bármilyen karaktert lehet neki adni. Hát nagyon látom, hogy mennél a motorsport felé, de maradjunk még egy kicsit, mert a másik kérdés, hogy amikor tényleg ez egy 20 éves autó, most az enyém, amikor kijön alóla ez a kicsit kopottas, enyhén rózsdafoltos Bilstein patron, a torószárával, a rugó már ugye rajta sincs, hogy ezek így 20 éves korukra milyenek? Érdemes még ezekkel foglalkozni? Egyáltalán mekkora eltérés van az autó négy sarka között, amikor beméritek? Igazából a Bilsteinnek, ha volt gazdája és nincs rommá rohadva, és a dugattyú rúd épp, nem jött belőle ki olaj, akkor a 30 éves Bilstein ugyanazt a görbét mutatja szinte, mint a Watta új. Uh-huh. Ez nem mondható el mondjuk egy normál gyári gátlóról, ami nem Bilstein, hanem bár akármi, és kétcsöves, de a Bilsteinek nagyon jól bírják a gyűrődést. Akkor bemérted a gátlómat. Mit történt utána? Fontos lett volna kiemelni, hogy a sárga Bilsteinnek. Így van. Nekem a fekete az üszkös büdös szar gátló volt. Az ugyanolyan, mint a többi, olcsó. Tehát, hogyha én akkor jót akarok magamnak, akkor bármilyen autó alá veszek egy Bilstein gátlót, és akkor... A sárga Bilsteineket, B6, B8, vagy akár a más színűeket, a B14, B16, de igazából utcai autó alá, ha nem használod másra, felesleges az állíthatóság. Teljesen jól tudják a B6, B8-ak is. Mi történt ezután? Tehát megmértétek az autónak a gátlóit, illetve nem az én autóm alól származó, de MX5NB specifikus sárga Bilsteineket megmértetek. Hogyan megy ilyenkor tovább a folyamat? Utána szétszedjük mindenképp, mert azért már öreg. Akkor kiterítjük az asztalra az alkatrészeket. A szétszedés úgy néz ki, hogy kihúzzuk belőle a dugattyúrudat, van rajta egy tömítőfej, ez mondjuk pont egy BC, és itt ki vannak rakva, ez a gyária, van benne egy dugattyú, és vannak benne sok kis lemezkék, amit simnek nevezünk, ezek rugóacélszerű ruganyos dolgok, amikor az olaj átmegy a dugattyún, akkor így hajtogatja. Azt mondtad még egyszer régebben egy videóban, hogy a legtöbb utcai autónak befelé csillapítása tulajdonképpen nincs, vagy csak minimális, tehát a berugózáshoz csillapítás egy átlag autóban nem tartozik. Amikor nekiálltok ilyen gátlókat átszelepelni, mert gondolom az átszelepelés történik, akkor adtok neki befele csillapítást is, vagy pusztán a gyári karaktert módosítjátok kifelé? Nagyjából megvan már tapasztalat alapján, hogy melyik autóhoz, milyen viselkedéshez, milyen
rugóhoz milyen karakter illik. Ez azért egy bonyolultabb dolog annál. Tudni kell, melyik autó, milyen rugó van alatta, milyen felhasználás. Ha utcai felhasználás, akkor inkább rally karakter. Az utak minősége. Az utak minősége miatt. Magyarország egy rally szakasz. Így van. És akkor az alapján kiválasztjuk hozzá a megfelelő rugót és a megfelelő csillapítást, hogy ez így jól működjön. Ha jól emlékszem, nálam elől 40 newtonos rugók voltak, ez azt jelenti, hogy 1 centi összeüléshez 4 kilóval kell megterhelni? 1 centihez 4 kilóval, igen. 1 milliméterhez 40 newton. És a gyári... Nem 1 cent, de... 1 milliméter, bocsánat. A 40 newton per milliméter, ugye az 40 newtont 1 milliméter, az nagyjából 4 kiló 1 milliméter. Az én matekom szerint. Ami borzasztó. Na de, hogy a 4 kilóról fölmentetek 6 kilós rugókra elől, valamint a 3-ról 5-re hátul. És akkor ez úgy történik, hogy kitaláljátok a csillapítást, amire szüksége van az autónak, és ahhoz kerestek rugót, vagy a létező rugókhoz készül a csillapítás. Melyik van előbb? Kitalálunk először egy rugót, hogy melyik lenne a jó az autó alá, és ahhoz a rugóhoz, ahhoz az autóhoz nézünk egy csillapítást. Az autóknál általában a rugózatlan tömeg adja meg a rugó mellé még azt, hogy mennyi kifele csillapítás kell. A befele az autó tömegéből jön, az nagyjából egy fix viszont karakter. A gyári gátlóra kerül egy manzsetta, amin van egy menetszár, rajta pedig rugótányér. Tudsz ilyet most előkapni? Igen. Manzsetta, rugótányér. Ugye ez itt szépen feltekeredik, és akkor az ember tudja állítani a magasságot. Erre miért van szükség? Miért nem tudod a gyári magassággal? Finom hangolás, illetve különböző rugók lesznek. Az MX-5-nél van egy szerencsénk, ott van egy gyűrű, eredetileg már ahova föl lehet ezt ütköztetni, mert a gyári rugótányért levesszük, ezt tesszük a helyére ugyanúgy, úgyhogy ez igazából semmi extra, nem kell se hegeszteni, semmit csinálni, csak ugyanoda betenni, és működik. Finom hangolás miatt van erre szükség, hogy szépen be lehessen állítani a magasságokat, és négykerekes mérlegen a súlyozást, akkor lesz igazán jó. Nekem most jó lett, és most az autó 15 mm-rel alacsonyabb, mint a gyári magassága, viszont azt megfigyeltem, hogy szerintem azért így 20 év után azért ezek a kasznik így változgatnak. Tehát, hogy a négy sarka az nem hiszem, hogy pontosan egy magasságban van az autónak. Már hogy a négy rugótorony. Folyamatosan mozognak, igen, úgyhogy azért nem egyszerű. Mármint, hogy főleg kabriónál azért ezek mozognak. Igen. Ezt érzed, ahogy átmész a patkán is, meg fárad egy idő után. Fárad bizony. És akkor, csak hogy lezárjuk ezt a szakaszt, bekerült ez a gátlószett, elvittem egy futóműállításra, és az autó az M-ringen, ugyanazon a nyomvonalon, ugyanazzal a sofőrrel, ugyanazokon a gumikon. Hát tavaly, amíg a buta ültetőszett volt alatt a 40-es FK rugó, tehát itt semmi élhetetlen volt vele a jármű, csak kipróbáltam. Az a 36 másodpercet tudtam menni, most hát 35-öt, most meg ezzel 33-at. Tehát egy bő 2 másodpercet hozott ez a gátló átalakítás. Tehát hogy az a jó, hogy az ember elcseszi ezt a mérhetetlen mennyiségű időt, hogy ezzel foglalkozzon, aztán így megvan az eredménye, hogy bevált. És utcán is zseniális az autó, tehát hogy mozog, puha. Na de, akkor a szívszerelmed, a motorsport. Ez itt most egy BC gátlószett, amit beterítettél, ami egy jó árértékarányú középkategóriás. Hát én inkább... alsó közép? A mi nézetünkben alsó középnek nevezném. Viszont az a jó benne, hogy egycsöves, szelepelhető, és azok a méretek vannak benne, amit minden más nagy gyártó használ, úgyhogy viszonylag könnyen át lehet alakítani. Egy csöves, két csöves, itt egy gyors fogalom magyarázatot létszi. Az egy csövesnél itt a testünk, itt van benne az olaj, de itt valahol van benne egy gázelválasztó dugattyú, alul van benne a gáz, és fölül van benne az olaj. Amikor ezt szépen befele nyomom, ahogy ezt nyomom bele, ez a tér, ez kiszorítja a térből az olajat, nyomja le, úgyhogy a dugattyúm megy le, és egyre nagyobb lesz lenne a gáznyomásom. Itt alul van egy szelep amúgy, ahol föl lehet tölteni gázzal. Általában
Ahhoz, hogy ne kavitáljon, és normálisan ne menjenek tönkre az alkatrészek, normális legyen a csillapítás, minimum 8 bar szokott benne lenni. Ez csillapítás függő, illetve gátló függő, föl lehet menni akár 16 bárig is. És akkor ő most az egycsöves? Ő az egycsöves. És a kétcsöves? A kétcsöves annál meg úgy néz ki, hogy van még egy plusz cső benne. Most ilyet nem tudok mutatni hirtelen. De tudok. A kétcsövesnél van egy külső házikunk, meg van benne, egy belső. Ez egy nagyjából 1 mm fal vastagságú cső, itt alul van egy fenékszelep, ez a befele csillapításért felel, és belül van még egy dugattyú. Ha szét tudom húzni, széthúzom, így. És van benne egy dugattyú, ez pedig a kifele csillapítás, amikor megy ki, ez csak azt csinálja, befele semmit. Azért ennél, ha megnézzük, összehasonlítjuk mondjuk egy ilyennel, akkor azért látjuk a méretkülönbséget, hogy mekkora az a rész, ami csillapít, mennyivel kisebb. Ennyivel több az olaj mennyisége is benne? Több az olaj mennyisége is az egycsövesekben, de leginkább az, hogy ha ez mondjuk egy első lengés csillapító, egy McPherson, akkor itt fönt, ami van, ez a hatalmas eszköz, amibe a csúszást is segíti, illetve itt tömít le, ez fogja föl az oldalirányú erőket, illetve itt len a dugattyú, de ugye ez a hatalmas méretű, 1 mm-es falvastagságú cső fogja föl a többi részt, úgyhogy amikor én megpróbálok vele gyorsan kanyarodni, akkor ezt gyönyörűen hajtogatja. Terheli. És ugye itt belül van nekem olaj, és itt is kijön az olaj, amit amikor benyomom, kijön, és ide följön, de itt már nincs elválasztva külön, ahogy ez itt benne van, hanem ott a gáz együtt van az olajjal, de jó rezeg, és amikor ez így jár, akkor az ott fel tud habosodni szépen. És elmegy a csillapítás. A másik meg az, hogy nagyjából idáig van feltöltve, és ugye nekem nagyjából itt jár a dugattyúm. A levegő van körülötte, vagy legyen gáz, de ezek nem nagyon szoktak feltöltve lenni nitrogénnel. Ez a gáz, ez itt gyönyörűen szigeteli a hőleadást. Úgyhogy csak amikor kiszorítja és az fölmegy, azt tudja leadni, de amit fönn van olaj, az nagyon nehezen adja le a hőt, pont azért, mert itt körülötte van a gáz, ami nagyon jól szigetel. Ez egy láthatóan bonyolultabb konstrukció, mint az egycsöves. Akkor mégis miért jó, miért alkalmazzák? Ez sokkal olcsóbb. Ja, de hát, hogy egyszerűbb legyártani precízen? Ez sorozatgyártásban sokkal egyszerűbb és olcsóbb, azért alakult így ki, összeszerelni is sokkal egyszerűbb, mert ezt csak összerakják, a végén van egy kis feltöltőjük, amivel feltöltik, ezt viszont ha nincs rajta szelep, mondjuk mint a Bilsteineknél, akkor nyomás alatt kell összeszerelni. Belenyomom előbb a nyomást, és utána lent tartom, és úgy szerelem, és úgy rakom bele az olajat, meg mindent. Az utcai autóknál melyik a jellemzőbb megoldás? A kétcsöves? A kétcsöves. Szinte minden utcai autóban kétcsöves van. Vissza a BC-hez. Most, hogy volt ez a bókos fogalom magyarázat, hogy itt vannak a lemezek, dugattyú tényleg ki van terítve az egész gátló, most jön, ha jól gondolom, akkor a sok dyno. Igen, megmérjük azt a gátlót, igazából az egy hátsó, itt is egy másik hátsó van kiterítve, és utána, amikor azt megmértük, utána összerakjuk ezt, és megmérjük ezt is, hogy ahhoz képest milyen. Elvileg azonosnak kell lenni, úgyhogy... Nézzük. Fent a befele csillapítást látjuk, lent pedig a kifele csillapítást, ugye nullától nézzük. Itt van, hogy hány newton. Ugye, ha megnézzük, 4500 newton, az hatalmas erő, iszonyatos. Befele nem olyan rossz, viszonylag puha, ez egy úgymond egy utcai gátló, de kifele ez annyira erős, hogy nagyon. Majd mindjárt látjuk, hogy mi lenne az ideális, amivel majd jól fog mozogni.
Ez főleg pálya setup lesz, de utcán se fog rosszul mozogni. Ezzel én utcán nem mennék, mert ezzel úgy leesel az útról, mint a húzat. Ez főleg a pattogás. Az első huplin még átmész, de akkor összenyomja a gátlót, a hupli. Amint összenyomta, olyan erős a csillapítás kifele, hogy míg a következő huplihoz érsz, nem tudott még kirugózni a kerék, és ott már összenyomott állapotban kapod el, akkor van a felütés. És ugye nem csak egy hupli van az úton, hanem egy kicsit több. A Dadis motorsportot ketten csináljuk. Igazából Dadis a Dávidból jön. Ő a motorsport, én pedig a beszélő arca vagyok a cégnek. Illetve az ügyintézője. A szereléseket utas nem én szoktam csinálni. Az Dávid versenyautója. Nos, igen. És most az jön, hogy ugye szét van szedve már az egyik, ez volt benne, és ez kerül bele. És utána megmérjük azt is összeszerelés után. Számomra a legmarkánsabb különbség a két dugó, a gyári dugó és az új, amit ti raktok bele. Ez honnan érkezik, és mi ez? Ez egy BC Racing, igazából ez egy lineár dugattyúnak tekinthető, akkor nevezzük lineárnak, hogyha ez itt sík. Ha ezt ráteszem, és ez sík, nincs alatta, akkor ez egy lineár dugattyú. Ennek mindkét oldala sima. Ez adja a nagyjából egyenes vonalas karaktert. Itt viszont egy digresszív dugattyút találunk, mert azt kérték tőlünk, hogy pályán működjön jól, ne rallis legyen. Autóba megy ez most? Ez egy Mitsubishi Lancer kombi talán. Hmm. Viszont a szívó motoros, de meg van hegyezve. Azt hiszem ismerem az autót, találkoztam erről. Igen? Jó. És akkor, ha itt megnézzük a síkját, itt látjuk, hogy jóval lejjebb van. Ez azt csinálja nekünk, ha én ráteszek egy ilyen simet, lemezkét, akkor ezt ide be tudom nyomni, és ezzel tudok neki előfeszítést adni. Az előfeszítés az pedig a lassú csillapításnál segít nekünk sokat. Az a kanyarodásnál van, meg egyebeknél viszont. Itt nekünk van rengeteg helyünk előfeszítésre, azért rakunk alá egy bizonyos mennyiségűt, mindegyiknek különböző a vastagsága amúgy, nem csak alátétet. Az átmérőjük, igen, alátétet, hogy ne feszítsük túlzottan, csak pont annyira, amennyire nekünk kell. Mindent értek, Dávid, kérlek, ha színpad a tiéd. Mennyire bejáratott receptek ezek? Tehát mennyit kell méricskélni, mennyit kell fejleszteni, és mi az a része, ami már megvan fejből, mert már sokat csináltatok? Hát, ami fejből megvan, mondjuk az MX-ötök. Hogy nem. A ladák, azok könnyen megvannak fejből. Mitsubishi Evo-hoz is azért már csináltunk néhányat, ahhoz is vannak bejáratott karaktereink. Úgyhogy ezek könnyen mennek, de rengeteg mérés volt, míg eljutottunk odáig, illetve a BMW-k is mennek már szinte. De rengeteg mérés és tesztelés volt az, míg eljutottunk oda, hogy ez tényleg jól működik, és azt mondjuk egy karakterre, hogy na ezt így összerakjuk, megmérem, és igen, ezt szerettem volna. Mi a legaktívabb közösség? Miből hoznak a legtöbbet? Pontosan milyen autóhoz gyártatok a legtöbbet? Ladához. Azután jön a BMW, aztán pedig az MX-5, nagyjából így. Dávid, az mennyi idő, mire összeraksz mondjuk egy ilyen BC-t? Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy beérkezik a műhelybe egy darab, addig, amíg megméred, meg... Körülbelül egy óra foglalkozása egy darab gátló. Ha jó állapotban van. Ha jó állapotban van. Könnyen szétjön, könnyen összemegy. Tehát ha minden kerek, akkor két szed gátlóval tudsz egy napon végezni. Hát igen. Egy ilyen BC-szett, ez ilyen 1100-1200 euró. Ha mondjuk MX-5-höz nézzük, azt hiszem nagyjából ennyibe kerül. És akkor itt ti kicseréltek, hát szemre a gátlónak nagyjából a 15-20%-át, de ugye az a lényeg. A lelkét. A lelkét. Hogy ezzel, hogy mondjam, árérték arányban, ha mondjuk összemérjük egy Motonnal, egy AST-vel, vagy valamilyen high-end, hogyha valami itt van nálatok most a műhelyben, ezzel... Egy utasba... Hova jutunk? Én azt mondom, hogy egy utasba, ha így ki van cserélve a dugattyú és a szelepelés, akkor eljutunk a klubsport szintre. Kávé. Tehát a
kávénak? Nem, hanem úgymond arra a klubsport szintre, amit mondjuk egyutas Intrax, egyutas AST, vagy bármi ilyesmi képvisel, a klubsport szint, egyutas klubsport szintre, és hasonló, de nem lesz olyan, mert azért ennek az állító mechanizmusa nem az a precizitás, amit a nagygyártók adnak. Érdekes. Emlegeted itt az egyutas, kétutast, ez ugye az, hogy a berugózáshoz tartozó csillapítás és a kirugózáshoz tartozó csillapítás az egybe vagy külön állítható. Mert hogyha egy ilyen BC-n most tekergetem a potmétert, akkor azzal egyszerre változik a befelé és a kifelé karakter is. Így van. A két utasnál viszont ezeket egymástól függetlenül tudom. És majd lesz itt három utas is, az az igazi poén. Klubsportban általában azért csak a kifele csillapítást állítják. Vannak olyan opciók, amivel ki tudod cserélni a belsejében, és onnantól mindkettőt tudod egyszerre állítani, de azért, hogy mondjuk pályán egyszerűbb legyen a dolguk, csak a kifelé csillapítást szokták állítani. Hát, és most történik? Kettőt viszi. Most jön a gázfeltöltés. Nitrogén? Nitrogén, igen. Mindig kevésbé reagál a hőtágulásra. Nincs benne nedvesség és nem korrozív. Megjelentek újabb színek. Így van. A kék és a zöld, az az új mérésünk. Most kicsit csalókom, mert az előbb is kék és zöld volt. És beraktuk a régit, itt van originál. Ők a sárgák és a pirosak. De hát szűkült a tartomány, miért jó ez nekünk? Puhább lett kifele a csillapítás, de ha megnézed ezt a részét itt, elteszem, itt ez a része, igazából ez a lényeg nekünk kanyarba. Ha megnézzük, akkor itt még a legpuhább részen is itt egy kicsit erősebb lett a kifele csillapítás, de ha keményítünk rajta egészen idáig, ez a kanyarodó részünk, itt erősebb lett a kifele csillapításunk, és utána jóval puhább lett később. Nem igényel többet az autó, ebben fog sokkal jobban menni, és ha a befele csillapítást megnézzük, ott adtunk neki egy kicsit többet, mert pályán nem árt, ha kevésbé dől és kicsit jobban tart. Úgyhogy befele egy icipicit keményebb lett, kifele a lassú részen, ahol a kanyarba számít, ott erősebb lett, de mindenhol máshol sokkal puhább, hogy a rázókon sokkal könnyebben menjen át. Az látszik, hogy semmi nem megy kárba, tehát hogy vannak itt ilyen 20, 30, 40 éves gátlók. Az pont nem olyan öreg, de igen. ezt ti úgymond polcoljátok ilyenkor fel, hogy amúgy jó lesz, mert van rá igény, mert el fogják vinni, vagy ezek itt ügyfélholmik? Van, ez keverve van. Vannak ügyfélholmik is, és vannak olyanok, ha véletlenül meglátom a piacon, és úgy gondolom, hogy abból nagyon jót tudnék valakinek, akinek tudom, hogy szüksége van rá, de teljesen más autóba, akkor az egy ideális dolog lesz oda. Az a láda, például egy Intrax 4 utas, átalakítás alatt van. Igazából ez egy 996-os Porsche-ba volt. Abban sokkal rövidebb volt hátul, és itt így nagyjából lefele áll a tartálya. Ez egy E36-ba fog menni, szépen föl lesz tekerve ide, hogy jól elférjen a tartálya, ki lett cserélve egy hosszú Intrax csőre, hogy megfelelő legyen E36-ba, és minden alkatrész, ami kell hozzá, hogy ide a toronycsapágy összemenjen vele, rajta vannak a rugótányérok. Ezt, amikor kiegyenesítettük, beszelepeltük. Említetted, akkor... hogy feltűnik a piacon, ez valamilyen garázsvásáron szokott feltűnni, vagy a német motorsport market? Ugye ezt tudni kell, hogy... német motorsport marketen szoktak ilyen dolgok feltűnni, illetve a hollandoknál. Ez a gyakoribb. Merre vagy te Németországban egész pontosan? Frankfurt környékén. Uh-huh. Nagyszerű. Említetted nekem is, hogy azok a gátlók, amiből az én MX-5-ömnek a mostani futóműve készült, az is egy 25 eurós tétel volt? Kereken 25 volt, igen. Vannak itt még szép aranyszínű dolgok is. Öchlins, igazából ez egy kicsit folyt, ennek a karakterével semmi gond nincs. Kiveszed, ha meg kérlek? Úgyis meg lesz vágóképezve, csak? Jó, mondjuk egy ilyen, szét van szedve. Igazából itt tömítőfejet kell cserélni, az Öchlinsre várunk, míg jön. Ez egy
Speedsterből van, van külön tartálya is neki. Már hogy Opel Speedster? Ez egy Opel Speedsterből van. Ilyen gátló van az alatt a talán 600 kilós autó alatt? Ez gyári opció volt a Speedstereknél. Ha gyárilag megrendelhetted bele? Igen, ez gyárilag megrendelhetted bele. Ez egy csodálatos dolog. Nagyon könnyű is, kicsi. Amúgy tényleg döbbenetesen könnyű. Tudom, nincs rajta rugó, igen. De hogy... Ezek könnyűk és aprók, főleg azért, mert ha megfogod az alumínium házát... Hát ez ilyen bicikli alkatrész jellegű. Így van. De hát Lotus. És ez mibe megy? Mert oké, hogy Speedsterből jön, de mibe fogod... Ez Speedsterbe is megy vissza. Ez Speedsterbe is megy vissza. Igen. Csúcs. Hogy van a hierarchia? Hogy beszéltünk itt ugye a BC, hogy alsó közép kategória. Hol tart mondjuk egy ilyen Öhlins, egy AST, egy Moton, Fox? Az a teteje, vagy? Én úgy mondanám, hogy a teteje számomra mindig az Öhlins. Uh-huh. Az Öhlinsnek mindene van, úgyhogy nekik kb. Minden szinten ők a teteje. Van, aki ebben vitatkozik, de ők nagyon magasan. Mondjuk egy Moton, ők pályán, LMP autó és hasonlókban a teteje. Intrax, AST, Tractiv, ezek a klubsportnak az igen komoly szintje, és akkor utána megyünk lefele. Abból meg aztán rengetegféle gyártó van. Ez a tiédhez hasonlítható, ez szintén egy Bilstein, viszont egy E36-ban volt rallira. Most egy 1-es kupéba kerül, egy nagyjából ilyenben, mint amit fönn van, csak a tulajdonos autót váltott kényszeredetten, és ezért kerül bele. Elkopott az autó egy korláton, vagy? Használat közben. Harcban esett el. Igen. Zsír. Hogy van itt mindenféle, van rallycross Astrából átalakítás, akkor vannak ladák, akkor mutatok egy másikat. Ez szintén egy Bilstein. Itt az volt a lényeg, hogy a tulajdonosnak, tulajdonos hozta a Bilsteint, és nekünk egy házat kellett csinálni, mert van egy K-sport futóműve, amit a száraz beállításokhoz használ, és menetes itt a befogórendszere, úgyhogy akart egy vizes beállításokra egy szimpla nem állítható gátlót, a másikat kicsavarja, ezt becsavarja, minden futóműállítás megmarad, gyorsan berakja a helyére, és mehet vele tovább, ha leesik az eső. Itt csak a házat csináltuk, semmi egyebet, illetve a csillapítási karaktert kell a vizesre átalakítani. És itt vannak ezek a relikviek. Ez is ez a 20-30 éves kategória. Ez a Koni Motorsport. A 70-es, 80-as években a Koni nagyon magasan volt, akkor még kevesebb gyártó volt. A Koni most is nagyon magas szinten van, de inkább ők az OM-eket szolgálják ki. Van tuning részük is, amit ismernek az emberek, de itt kb. A Koni a csúcsán volt a dolgoknak. És ez... Megegyeztünk előbb? VTCC, BTCC? Valamelyik... 80-as évek vége, 90-es évek eleje, valamilyen Audi komolyság. Igen, túraautóból, tehát rendes versenyautóból. Világszínvonalon, igen. Igen. Mibe megy? Vagy mivel a cél? Veterán felújítás? Historik versenyautó. Ő például a Micra állmányunk, látszik, én nem vagyok olyan túl kicsi, 195 centis, de azért ez megfelelő méretű itt mellettem. A súlya döbbenetes, mondjuk, hogy a súlyának a hiánya még ebben a méretben is, hogy... Nem nagyon tűnik ez egy nehéz eszköznek. Rugóval azért már nehezebb lesz. Ez egy bokorugróba kerül. Ez kenembe való hátsó lengés csillapító. Tudjátok, hosszú futómű, nagy rugóutak, az a túldimenzionált szöcske. Igazából ez három utas, de ebben van extra dolog. Itt belül van egy külön hidro bumpstopnak nevezett valami a belsejébe, egy külön kehely, egy külön dugattyúval, külön csillapítással. Amikor elér a legvégére, az útjának a gátló az utolsó 5 centin felkeményedik egyre jobban, azért, hogy ne üssön össze, amikor lehuppan ugratás után. Ha már ott beszéltünk az 1000 eurós átalakított Bilsteinről, ha jól tippelem, ez a skála másik vége. Mennyibe kerül egy ilyen? Hát ez a 7000 nettó körüli. És behozzák hozzátok revízióra, vagy ezt ti fejlesztettétek? Ti ne, ez a sajátunk, ez egy ügyfélnek vannak Kenem autói, és ő szeretett volna bele. Ugye erről beszéltünk arra, hogy egy utas, két utas, kirugózás, berugózás.
itt a berugózáshoz tartozó csillapítás már két lépcsőben állítható. És itt van fölül még egy kifele rugózásunk. Illetve ugye erre két rugó jön, és itt van még egy szintén megakasztó rendszer. Az egyik rugó innentől idáig van, a másik innentől idáig, és ezzel a megakasztó rendszerrel lejjebb húzzuk. Amíg ez el nem éri a megakasztó rendszert, addig mindkét rugó egyszerre működik, viszonylag puhán, és amikor megakad, onnantól már csak az alsó rugó működik. Ez egyfajta segédrugó, vagy itt a progresszió miatt kell? A progresszió miatt, illetve amikor normálisan mész, akkor ad egy kényelmet, egy komfortot. Normálisan, tehát ezzel igen. Az autóval, hogy 100-zal bárminet. Igen. Király. És a legfinomabb dolgok azok itt a Ladán, vagy van még valami, amit itt? Itt van egy. Ez egy meglepetés. Nőknek szól. Igen. Tasner Feri barátunk felhívott minket, hogy igazából Nagy Norbinak nem az igazi hátul a futóműve a kocsiba, és kérdezte, mondta, hogy annyira nem sürgős, de hogy tudnánk-e neki valamit biztosítani az idei idényre, úgyhogy ezt holnap viszem neki. Ha jól tudom, az volt a probléma, hogy amikor kigyorsított a kanyarokból, felpörgött a motor, mert hogy elpörgött a kerék. Szűk kanyarokban de... a belső-hátsó lábát fölemelte. Igen. Tehát, hogy megvolt az a hang, mint amikor elpörög és megúszik a kaszni, de nem úszott meg a kaszni, mert hogy hiába a 8 vagy 12 lamellás perdifi, az elemelkedő kerék egyszerűen lediferált. Tehát van, ahol már a perdifi tud segíteni, és akkor gondolom ez meg fogja szüntetni. Remélhetőleg igen. Háromutas? Ez egy háromutas, alumínium házas. Vagy hogyan? Ez is egy saját termékünk, úgymond. Ez egy kicsit a digresszív és kicsit a lineáris közti karakter, mert hegyi versenyen viszonylag sima pályán, de azért mégiscsak közúton rendezik, úgyhogy nem is hardcore a rugó setup, és a szelepelés is egy ilyen köztes, ami pálya és ralli közt van, inkább a pályához közelebb. Hiszen országút. Így van. Kékszer van nálad. Igen, eljutottunk a tetejéhez. Számomra ez a motorsport csúcsa. Igaz, ilyet ralliba kevesebbet használok, bár volt már ilyen ralli autóba való, Subaruba való nálunk. Kicsit más konfigurációban. Bocs, ez egy külső túlfolyó tartályos gátló, aminél nem fordították vissza, hanem ez a külső túlfolyó tartálya, vagy pedig ez még maga a gátló test? Ez egy dupla csöves gátló, és itt van a gáztartály, de ugye itt folytatódik nekünk tovább a befogása, oda bármilyen befogást föl lehet rá csavarozni, általában ilyen szem szokott lenni rajta, de különböző konfigurációk vannak. Ezt szabály miatt alkották annó meg, mert azt mondták, hogy ha nem egy vonalban van a gátló, hanem van valami külső lelógó gáztartálya vagy egyéb, akkor az már nem fér bele azokba a kategóriákba. Ezért megalkották a legdrágább és legjobb gátlókat az én szememben. Egy vonalban van az egész, ez dupla csöves, nem összekeverendő a két csövesekkel. Itt az olaj körbe-körbe megy benne, az egyik oldalról jön és megtolja ezt, és ami az másik oldalról pedig a másik állítókát tolja meg. Ennél kisebb gáznyomás szükséges ahhoz, hogy ne kavitáljon, és nem olyan dugattyú van benne lukacsos, mint itt, mint a másikakban, ebbe egy fix dugattyú van, ami elválasztja az egyik teret a másiktól, és így tolja körbe-körbe. Nem a dugattyún történik a csillapítás, hanem a dugattyú mozgatja az olajat, és a csillapítás pedig itt történik. Így van, ezek az állítók mögött történik, és itt vannak benne a kis simek, amiken keresztül áramlik az olaj. Milyen értéket képvisel? Ez nagyjából így, ahogy van, 2000 euró körül van, ha az Öklinsztől meg kell rendelni. Ezt egy az darab. Egy darabot, igen. Úgyhogy ez egy igen komoly darab. Nagyon pici a hiszterézise, pont emiatt, hogy körbe megy benne az olaj. Hiszterézis? A hiszterézis az, amikor megnyomod a gátlót, és míg elkezd reagálni a csillapításra, az a hiszterézis. A klubsport gátlóknál, meg mindegyik ilyen egycsövesnél viszonylag alacsony, de ennél sokkal-sokkal kisebb ez a dupla csöves verzió, ez a körbe menő olajas. Mibe teszed? Ezt ide szánjuk ebbe a kis pályázós E82-nkbe, amire sokan kinevettek minket, mert egy 20D motor kerül bele, de nem a motor miatt tesszük bele, vagyis hogy
azért tettünk bele egy dízelt, hogy azt mondhassák, hogy nem a motortól megy, hanem a futóműtől gurul jól az autó pályán. Úgyhogy ez arra lesz, hogy egy pályademo autó lesz számunkra, illetve mókázásra, amiben a legmagasabb szintű futóművet tesszük, hogy megmutassuk, hogy nem a motortól megy egy autó, hanem azért, mert jó a futóműve. Nagyon sok mindent látunk, de viszonylag kevés a Lada. Itt van egy nagyon egyedi stabrút bekötés, ezt így spagettiba eltekergetve a híd környékén szokták megoldani. A híd sem tűnik Ladának, bár nem láttam sok Lada hidat, de az a felső bekötési pont sem stimmel, meg hát ez a 30 centi hosszú ejbakrugó. 35. Mi történt itt? Mint ahogy a mostani legtöbb Ladában, ami már kicsit erősebb, ebben egy Mitsubishi híd van. A bekötési pontok azok ugyanazok, mint egy Ladánál, kivéve ha megnézed innen alulról, hátulról van egy vattrúdas, panhard ki lett cserélve vattrúdra. Ez a Z alakú. Igen, és a rugó helyére került a rugóstag, rugóval együtt. A panhard miatt amúgy se férne olyan jól el a lengés csillapító így keresztbe. Igazából így sokkal jobban lehet kontrollálni, nagyobb rugóutat is tud. Ebben most a legkomolyabb fejlesztésű lengés csillapítónk van rallira. Eredetileg ez a bódé már meg volt csinálva egy előző fejlesztésű lengés csillapítóhoz. Idénre ki lett cserélve, emiatt a bódét nem akartuk módosítani, belül kerültek bele magasabb toronycsapágyak. 6 centit pluszban nyernünk kellett, mert ebbe is van hidrobump stop, hogy ne üssön össze, és az utolsó pár centin lelassuljon a csillapítás, legyen egy plusz csillapítása, illetve ott adtunk neki egy kifele csillapítást is pluszba, hogy amikor össze van teljesen nyomva a rugó, akkor ne lőjön szét, hanem azt a picit lassabban engedje el, és ennek kellett hely a belsejébe, az előzőt nem adta ki, ezért 6 centivel meg kellett emelnünk. Úgymond a tornyot nem lehetett, hanem kapott egy alakos harangszerű toronycsapágyat, amivel még fölfele fölengedtük, ha itt bentről benézel. Ez is egy háromutas gátló, alul van a kifele csillapítás, és itt fönn a tartályon van a gyors és lassú befele csillapítás. Ugye ez Dávid autója? Így van. Milyen sorozatokban megy? Milyen versenyeken tudsz A P13-as kategóriában lehet vele ralliban menni, magyar ralliban. Illetve az íreknél és az angoloknál is szintén van P csoport, ahol lehet. A P a prototípus. Igen. Pont emiatt, hogy más híd van benne, máshogy van a rugóstag benne, és más motor van benne. Egy Civic Typer. Ez nem azért, hogy sokkal erősebb. Igazából ezt a teljesítményszintet, amit ez a motor tud, ezt tudják már akár 1.6-os Ladából is. Ez annyi, hogy ezt beteszed, és olajat cserélsz benne, 2 évente vezérműláncot, és amúgy semmi más nem költesz a motorra. Nem kell 2 versenyenként. Igen, a hasonló teljesítményű Lada motorok azok 3-4-5 milliós tételek most már lassan, és erősen üzemórásak. Ez pedig egy utcai autónak az utcai motorja. Így van, érintetlen belsővel.